Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A változást ma kezdjük el, hiszen azt is tudjuk mindannyian, hogy mit várnak az emberek ma, itt és ettől az országgyűléstől. Azt várják, hogy ismerje el a magyar választók történelmi tettét, ismerje el, hogy az áprilisi választásokon egy új rendszer megalapításáról döntöttek. Azt javaslom tehát a tisztelt országgyűlésnek, ismerjük el a magyar választók szavazó fülkékben véghez vitt forradalmát. Élesen él az emlékezetemben. Úgy 20 éve történt. Mi rendszerváltó képviselők elégedetlenek voltunk a változás mértékével. Az akkori miniszterelnök Antal József atyai jó tanácsa feleletképpen így hangzott. Tetszettek volna forradalmat csinálni. Hát most tetszettünk. Ismerjük el hát a szavazófülkékben történt forradalmat, és vállaljunk kötelezettséget a magyarok által megalapított nemzeti együttműködés rendszerének fölépítésére. Ezt egy politikai nyilatkozat elfogadásával tehetjük meg. Meggyőződésem szerint ezt megtenni kötelességünk. A magyarok olyan elsöprő erővel váltották le azt a politikát, amely éveken keresztül szembe ment az akaratukkal, hogy az új kormány, az új országgyűlésnek kötelessége első intézkedésként deklarálni, hogy az emberek egységes akarata a hatalom legfőbb forrása Magyarországon. Ezzel a nyilatkozattal, amelyet rögvest önök elé terjesztek, az emberek akaratát tesszük meg a jövő iránytűjének. Tisztelt ház! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Szeretném fölhívni minden képviselőtársam figyelmét a mai nap történelmi jelentőségére, amely mindannyiunkat párthovatartozásunktól függetlenül kötelez. A mai napon megalakult országgyűlést olyan nemzeti egység hozta létre, amilyen évtizedek óta nem volt Magyarországon. Ez a nemzeti egység az ország fölemelkedésének feltétele és egyben záloga. A nemzeti együttműködés nyilatkozata ennek a régen várt nemzeti egységnek szimbolikus erejű dokumentuma. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, felolvasom azt a nyilatkozatot, amelyet felszólalásom után a tisztelt ház elé be is nyújtok. A nemzeti együttműködés nyilatkozata. Legyen béke, szabadság és egyetértés. A 21. század első évtizedének végén 46 év megszállás diktatúra és az átmenet 2 zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét. A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbefojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott. A magyar nemzet 2010 tavaszán még egyszer összegyűjtötte maradék életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer a nemzeti együttműködés rendszerének megalapításával vívták ki. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a nemzeti együttműködés rendszerét. Mi a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez, és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartó oszlopai. A nemzeti együttműködés rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt részesei határon innen és túlélő magyarok.
lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre megvalósíthassák a saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következő éveit. Magyarországgyűlés 2010. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.